Még hétfő délelőtt is nagy erőkkel oltották a tüzet a tűzoltók a Nyíregyháza külterületén lévő hulladéktelepen. A katasztrófa védelemhez vasárnap délután érkezett bejelentés a 403-as út melletti tűzről. Akkor még 1000 négyzetméteren, késő délután már 2500 négyzetméteren lángolt a szemét. 16 járművel több mint 50 tűzoltó dolgozott, és talán dolgozik még most is azért, hogy megfékezzék a lángokat, megfékezzék az izzást. Hatalmas területről van szó, elhúzódó munkálatokról, amelyet tegnap még a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányított. Természetesen a munkálatokat a telephely üzemeltetője is segíti különböző munkagépekkel. A tűz keletkezéséről nincsenek pontos információk, a feltételezések szerint öngyulladás történhetett. Ebben a nagy melegben sajnos jellemző, a nyári időszakban előfordul több szeméttelep-tűz Nyíregyházán, valamint a környező településeken is. A katasztrófa védelem számára az elsődleges, hogy minél hamarabb eloltsák a nagy kiterjedésű tüzet, de a munkálatok elhúzódók. A helyszínen a kezdetektől jelen volt, van a katasztrófavédelmi mobillabor egysége, méréseket végeztek, egészségre károsító koncentrációt, anyagot nem mértek. Az interjú készítésekor a tüzet a Nyíregyházi mellett nyírbátori, hajdunánási, nyíradonyi, debreceni, kisvárdai és mátészalkai hivatásos, valamint az ibrányi önkormányzati tűzoltók is oltják. A lángok egy hulladékcsarnokra, abban szervizszekrényekre is átterjedtek, azt a tüzet rövid időn belül eloltották az egységek.